Április hónapban a frissen facsart narancslé, mint vendéglátótermék vizsgálata zajlott le 10 budapesti, illetve Budapest környéki vendéglátóhelyen. Ezek a vizsgálatok komplex vizsgálatok voltak, helyszíni vizsgálatból, illetve laboratóriumi háttérmunkákból álltak. Összességében megállapítható, hogy a helyszíneken a személy és tárgyi feltételek adottak voltak ehhez a tevékenységhez, a termék alapanyag mindenütt megfelelő volt és nyomon követhető volt, a technológia, a higiénia rendben volt, a laboratóriumi vizsgálatok is azt mutatják, amelyek mikrobiológiai, kémiai, toxikológiai és növényvédőszer maradék, illetve érzékszerű vizsgálatok voltak, hogy ezek a termékek rendben vannak, élelmiszerbiztonságból a helyzetük megnyugtató. Tehát a komplex vizsgálatok adatai alapján kialakult egy végső sorrend. Az érzékszervi vizsgálatokat a laboratóriumban képzett érzékszervi bíráló bizottság végezte. Ennek alapján azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy a bíráló bizottság tagjai nem ismerték a narancskészítés technológiáját, azok végeztek jobb helyezéssel, amelyeknek az alapanyagát hűtötték, illetve amelyeket hagyományos technológiával facsarták.